Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 26-án újra van egy portál nap, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ennek van egy gyógyító hatása, felszabadít bennünket a félelmektől, ez egy finom energiamező, és kinyílik egy kapu a spirituális területre. Ezen az estén tartok egy szertartást, amire e-mailen keresztül jelentkezhetsz. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó ennél a szertartásnál, mit jelent ez a portálnap, arról beszámolok most ebben a felvételben. Az, hogy mikor van egy ilyen portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár, amiről naponta beszámolok a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici ott megtalálható. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap a 14. hullámban van, ami azt jelenti, hogy az egész hullám alatt meg tudjuk valósítani a terveinket, megvan ehhez a lehetőség, megvannak ehhez az alapok. Ez lehet munkahelyi változás, ezek lehetnek változások a családon belül, vagy a párkapcsolatban, hogy legyen egy új irány, meg legyen a biztos talaj, meg legyen a biztonság érzete. Ez a portálnap az 5. nap ebben a 14-es hullámban, ami azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat befejeztünk, és vannak új ötletek, lesznek új irányok, új kapcsolatok. Azon kívül oda kell figyelni a kapcsolatokra, és feltenni a kérdést, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzánk. Hiszen mi döntünk, hogy ezt elfogadjuk-e, igen vagy sem. Vannak jó kapcsolatok, amikor segítséget kapunk másoktól. Ezeket a barátságokat, kapcsolatokat ápolni kell, de vannak olyan kapcsolatok is, amikor mások bele akarnak avatkozni a dolgainkba, vagy kíváncsiak, rosszindulatúak. Ezt is észre kell venni, és eltávolodni ezektől a kapcsolatoktól. A maja naptárban naponta vannak szimbólumok, és ezen a portálnapon május 26-án jaguár és a varázsló uralkodik mindkettő, ami látható a képen. A majáknál a jaguár az egy szent állat volt, és úgy tartották, hogy ő őrzi a régi tudást, a bölcsességet, a titkokat, valami olyan titokzatos, de megvan a bölcsesség is, és ezen a napon a lehetőség, hogy okos döntéseket hozzunk. A varázsló is megjelenik, ez egy varázslatos kisugárzás, egy varázslatos erő, ami segít abban, hogy megvalósítsuk a terveinket, hiszen megvan ez a hit, hogy meg lesz ez a varázslatos hatás, a varázsló segít abban, hogy ez az álom megvalósuljon. A párkapcsolatot illetően is megvan ez a varázslatos vonzalom kettőtök között, és itt is megvan a lehetőség arra, hogy az álmokat éljük, hogy egy szép, stabil párkapcsolat kialakuljon, a varázsló majd segít
ebben persze a szertartás is. És összefoglalnám, hogy mi történik ezen a napon, miben segít ez a szertartás. Van egy gyógyító ereje. Segít abban, hogy kilépj egy helyzetből, ahol fogva érezted magadat, hogy tedd át magadat a bizonytalanságokon és a félelmeken. Hogy le tudj zárni bizonyos dolgokat, és meg tud valósítani a terveidet, hiszen megvan erre a lehetőség. És a szimbólum az most jelenti, hogy itt vannak titkok, vagy régi bölcsesség, ezeket kellene ápolni, okos döntéseket hozni, jó kapcsolatokat ápolni, ahol megvan a varázslatos vonzalom elsősorban, ami a párkapcsolatot illeti természetesen, de lehetnek szép barátságok is, ahol megvan a segítség, ahol jó tanácsokat adsz vagy kapsz. Ez olyan kölcsönös adni és kapni, itt kell az egyensúly, de azért legyünk okosak, hozzunk bölcs döntéseket, és ha úgy érezzük, hogy valaki ártani akar számunkra, akkor itt is kell a varázsló, hogy védjük magunkat, hogy óvjuk magunkat, hogy meglegyen ez az energia, hogy a rosszindulatú emberek eltávolodjanak a környezetünkből, és akkor megvan a tiszta energiamező, a varázslatos kisugárzás, és nincs akadály abban, hogy egy terv, egy álom megvalósuljon, hiszen a varázsló ott áll mellettünk. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, és pontosan ott van naponta a mai naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!